Five 2-ben egy újabb varázslatos kaland veszi kezdetét, amelyben harcok, cselszövések, titkok és árulások kísérik hőseink útját. De vajon a barátságok elég erősek-e ahhoz, hogy minden próbát kiálljanak? A Five 2 egy csodálatos mese egy másik világról, ahol csak egy dolog biztos, és ezt a gyerekek is tudják. A sorsuk végérvényesen eldőlt, és már semmi nem lesz ugyanolyan, mint régen. A Duin japán módszer, amely a testi egészség megőrzésére, a lelki kiegyenlítettség elérésére, illetve a szellemi fejlődés támogatására szolgál. Magasabb szinten a külső és belső világ harmóniáját, az univerzummal való egységünket segít megvalósítani. Madocsai Eszter a Belső Harmónia útja című kötetében a japán öngyógyító módszer lényegét mutatja be, megismertetve az olvasóval a mozgásgyakorlatok különböző lépéseit is. Közérzetünket nagy mértékben befolyásolja az, amit megeszünk, de pontosan milyen is az egészséges táplálék? Ebben a kérdésben sokszor megoszlanak a nézetek, újabbnál újabb tanulmányok, vélemények és irányzatok látnak napvilágot. Szerencsére mindegy, melyik irányzathoz tartozunk, ugyanis a szuperételekkel csak nyerhetünk. Ezek a koncentrált tápanyagokkal teli hatékony élelmiszerek felülmúlják még az orvosságok egy részét is. Ebben a könyvben megismerhetjük számos egyéb ismert és kevésbé ismert szuperélelmiszer szervezetünkre gyakorolt hatását, és hogy miképpen iktathatjuk be étrendünkbe őket a mindennapokban. Mary Kondo 5 éves kora óta bújja a háziasszonyoknak szóló magazinokat. Már ekkor abul ejtette a jól szervezett terekben rejlő rend és szépség, majd 15 évesen úgy döntött, komolyabban is tanulmányozni fogja a rendrakás művészetét. A saját hálószobájával kezdte, majd a testvérei szobájával folytatta. Ma már rendkívül sikeres üzleti vállalkozása van Tokióban, amely abban segít az ügyfeleknek, hogy zsúfolt otthonaikból szemet gyönyörködtető harmonikus, ihletet adó lakótereket varázsoljanak. Az emberiség történelmében sok nagy filozófus, számtalan híres természettudós és meg annyi nagy feltaláló munkálkodott a társadalom, a tudomány és a technika fejlődésén. Kevesen voltak azonban olyanok, akik mindhárom területen kimagaslót alkottak volna. Közülük az egyik legnagyobb hatású személyiség kétségkívül Nikola Tesla volt. A róla szóló könyvben végig kísérhetjük rendkívüli életét a születésétől kezdve egészen a haláláig, és közben megismerhetjük azokat a titkokat, amelyeket határtalan tudásvágya és rendkívüli képességei révén ismert meg a körülöttünk lévő világról. Darvasi Ferenc hiánypótló beszélgetései Mándi Ivánt élete lehető legtöbb korszakában, helyszínén és fordulópontján mutatja be. Az interjú készítője megkereste az író családtagjait, beszélgetett a különlegességi cukrászda pincérnőjével, valamint az alsó szomszédokkal az Aulich utcából. Eljutott Mándi 50-es évekbeli szerelméhez, egy festő jó baráthoz és számos olyan alkotóhoz, akik valamilyen formában jelen voltak Mándi életében. A köztünk vagy az életpálya kiemelt, vagy éppen feledésbe merült, de fontos eseményeire koncentrál, a hányatott gyermekkortól, a zavaros családi viszonyoktól kezdve, a betiltás évein át a házasságig és az írói beteljesülésig. Szeretnél boldog, kiegyensúlyozott felnőttet nevelni a gyermekedből? Szeretnéd hangos szóváltás nélkül megoldani a konfliktusokat? Jól jönne néhány tanács egy szakembertől. Hol Edward Runkel kapcsolat és házasság terapeuta szerint a harmonikus kapcsolatok fenntartásának kulcsa az önuralom. Amennyiben megőrizzük hidegvérünket, képesek leszünk a játszmák helyett a problémáink megoldására koncentrálni. De hogy ez pontosan mit is jelent, az kiderül az Ordításmentes gyereknevelés című kötetből.
amikor 1919-ben a 17 éves svéd gimnazista lány beleszeretett a stockholmi magyar követség nyalka attaséjába, Andrássy Imrébe, és feleségül ment hozzá, nem sejtette, milyen sors vár is rá. Nem tudhatta, hogy az egyik leggazdagabb magyar arisztokrata feleségeként, várak, kastélyok, palóták úrnőjeként tündérmesébe illő főúri életet él majd, és nem tudhatta az sem, milyen drámai módon vett majd véget a világháború ennek az életformának. A valódi élményeket és emlékeket megörökítő, páratlan, értékes és hiteles memoár az Ég a puszta 1948-ban jelent meg Svédországban, magyar fordításban, most olvasható először. Andrew Zimmern, a világhírű séf és gasztronómiai szakíró, a Bizarr ételek című nagy sikerű televízió sorozat házigazdája szó szerint körbeette már az egész világot. Szinte nincs olyan különleges étel és helyi specialitás, amit ne kóstolt volna meg. Zimmert azonban nem csupán a megszokottól eltérő ízek, a különleges összetevők, az ínyentségek, a bizarr, sőt olykor gyomorforgató fogások érdeklik, az ételek révén a helyi kultúrákba és az ott élők mindennapjaiba is igyekszik belekóstolni. A Bizarr Valóság című könyv ezeket az élményeket gyúrja egy kötetbe. Manapság az emberek többségének ritkán kell messzebbre merészkedniük a helyi szupermarketnél, és elfintorodnak a gondolatra, hogy bogarakkal vagy hernyókkal táplálkozzanak. Pedig a természet bőségesen ellát minket, ha nem is éppen finom, de tápláló élelemmel. Persze csak akkor, ha tudjuk, hogy hol keressük. Az Extrém Ételek című könyv számtalan hasznos tanáccsal szolgál az élelemgyűjtés technikáival, a természetben fellelhető olykor bizarnak tűnő ennivalókkal, illetve azok elkészítésével kapcsolatban. De az olvasók azt is elsajátíthatják belőlük, hogy miként lehet felismerni a veszélyes, egészségre ártalmas növényeket és állatokat. A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különböző szerzők különféle elméleteket dolgoztak ki a nép eredetéről, és különböző szemszögből ismertetik annak történetét. Egyed Ákos történész, akadémikus, gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötete, a székelyek rövid története, a szélesebb olvasóközönség számára mutatja be röviden a székelyek történetét. Míg a Hogyan éltek című könyv első kötete a sokféle magyar zsidó mindennapi életének fizikai körülményeit, a külsejüket, lakhelyüket és munkahelyeiket mutatta be, a közelmúltban megjelent második kötet az élet olyan tényezőire koncentrál, mint a családi, vallási és társas élet, a tanulás, a katonai szolgálat, a nyaralás, a sportolás, valamint a jótékonyság. Az első kötethez hasonlóan ez a mostani is korabeli fotók és fotókat elemző, azok társadalmi történeti hátterét ismertető szöveg segítségével mutatja be az átlagemberek egymástól gyakran drasztikusan eltérő életmódját. A sok-sok régi fotó, a visszaemlékezésekből vett idézetek, az anekdoták, a rövid életrajzok és az ezekhez kapcsolódó szövegrészek olyan egységé állnak össze, amely szinte a háromdimenziós valóság illúzióját adja.